Na, hát ahogy ígértem, karácsonyos, jazzes alsütés. Lehet halkabra veszem amúgy, mert kicsit játszik. Bele fog hallani, vagyok. Nem kell azt annyira, na. Hát ugye nem látszik, hogy paprikás olíz, de paprikás. És akkor így maolaj fel van téve. Ez már nem friss, vagy nem teljes tiszta olaj, már sütös jól benne rántott csirke, de ez a halnak pontosan tökéletes. Azt mondjuk, ezt így nem szabad, mert megolvad. És akkor ugye ez most így be van már sózva, meg fokhagyma granulátom. Hát ez így a legjobb, hogy ilyen sokat állt. Tehát ugye ez, ha egy napot tud így állni, ez brutális jó lesz. Közepébe is egy kicsit tenni, de amúgy ki fog belőle homolni. Ha, nehezen egy bele, jó, kemény. Na, az is lehet, hogy megfogom mindjárt kézzel. Na, kérem, ez lesz az első téma. Hát úgy látom, már lassan. Ez vajon megér egy tarra a hőfokra. Le kell rázni a lisztet, mert amúgy az összes az alján fog égni. Hát ez már így akkor így. Na. Ezetlen túl sok tenni az onnyitől kezdve nincsen. Ugye a sótól habzik, mint a kutya az olaj. Aztán mindjárt, jó, mindjárt nyomok egy. Na, legyen készít a itatós. Aztán, hogy leitatódik, utána megint átletten egy másikba. Hoppácska, ebben meg ide jön. Fröccs. Másfél liter. Egészségetekre. Nem akartam tegnap megcsinálni, mert volt itthon kaja. Aztán utána meg az üvére maradt van későbbre. Aztán nem akartam, hogy elmondom inkább. Inkább megeszem azt, aztán ez még jót is tett neki, hogy ugye tovább volt a sauba. Hát az egyesével ki fog sülni, hát ugye 5 darab, hát nem egy nagy. Téma. Na akkor szerintem már a másik oldal olyasmi lehet, mint amilyennek lenni kell. Megpróbáljuk át perdíteni. Aha. Igen. De már szét sült is. Omlik szét. Ah. Na. Hát ebben azt hiszem csak gyönyörködve lehet. Bocs, ha már megsül amúgy. Jó kis halas. Hát amúgy 600 forintért vettem a kárát, úgyhogy ez szerintem nagyon olcsó.
pont 1002, a harcsa meg 2005, úgyhogy egy ilyen alternatíva. Régebben rengeteget fogtunk, megettünk, de nem is ekkorára, sokkal kisebbeket is. Teljesen ebbe a chips verzióba, chipsésítve. Úgyhogy én szeretem az ízét egyébként a kárásznak. Jó hal. Mondok, érem szépen, akkor már másikat tette elő. Készítettem. Azt hiszem, hogy ez is elérkezett arra a pontra, hogy... Ugye így egy kézzel ki telefon. Most kettőt teszek most bele. Két kisebbet. Na. Picit csendítek rajta. Jó kis savanyú idő van, ahol tényleg mosatlan, de lekaparom már a kezemből. Na hát ez végül is ilyesmi téma. Jó kis savanyú esős idő. Tűnhölünk, vagy hát én reggel megraktam. Aztán négy oroszlat leégett. 22 fok van, még sok is. Nekem legalábbis. Nekem 19 is. 20 fok. Totálisan a lég. Érdekes, ez már nyáron is amúgy 16-17 fok, amikor reggel van, meg hűvösebb, akkor is pallóban megy az ember. Na, közben kinyitottam majd az ajtót, meg a hátsó bejárt jelten a kis ablakot, egy kicsit hadd menjen már kifel a dolős téma. Mint ha lenne rezsamként csinálnám, teraszon meg tudnám csinálni. Na, fördítsünk egyet a kárászokon. Mert azt hiszem, hogy ettől nincs iklandóbb látvány. Nyers állapot. Kezem már le is. Nem is salánylag, nem is sok olaj jött le róla. Meg a csillog benne. Na, még egy szedegetés. Ez is szépen megsült. Amikor már látszik a liszt, egy kicsit leül az aljára. 160-170 fok felett nem nagyon érdemes. Ez is egy nagy. Mert ugye, hogy egy kicsit magasabb hőmérsékleten nyomhatjuk, akkor az csak megég a liszt amúgy. De az meg látszolna, mert akkor sötét lenne. Szép lassan át süldögél. Na, ezzel egy kicsit tovább játszottam. Már látszik amúgy a barna olaj is. Még egy van, de még négyen van, meg ezeket kiszedtem innen, letettem egy tányérra.
Úgyhogy még egy téma. Hoppá, kis csapódott. Na, mindjárt lehet hozni a feltörlőt. No, kérem szépen, kicsit az utolsó téma. Aztán majd egy kis krumpli. Hasábos. Nyomunk ebbe jó kis fűszeres olajba. Kétszerre kisítjük azt a darabot. Na kérem, hogy sűrve írt a krumpli. Aztán hát egy kis citrom jó lett volna ahhoz, de hát mandarin volt itthon. Úgyhogy két szeletet rányomtam. Úgyhogy egy tálalás, ez egy ilyesmi formában oldottam meg. Köszönöm szépen, megnézitek a videót. Jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!